Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy a kiírás is mutatja, egy terminálos gyakorlatsort fogunk véghez vinni. Az operátorokkal, az átirányításokkal alapfokon meg fogunk ismerkedni. Miért? Mert ezek nagyon fontosak. Gyakorlatilag párhuzamosan lehet a feladatokat elvégezni, nézhetitek a videót, esetleg, hogyha van kedvetek, az alul belinkelt cikket is elolvasni, onnét kényelmesen át tudjátok venni a parancsokat, de ne ezt csináljátok. Persze olvassátok el a cikket, nézzétek meg a videót, de ne másoljatok. Felejtsük el azt, hogy automatikusan bemásolunk valamit a parancsorba, főleg akkor, bár itt nem lesz ilyen, akkor, hogyha előtte olyan szó van, hogy sudo. Azaz óvatosan bánjunk a másolgatásokkal, mert egyrészt nem feltétlenül fog minden jól működni, kettő, előfordulhat olyan, hogy valaki, persze nem én, természetesen, olyan parancsokat rakosgat be egy cikkbe, egy fórumbejegyzésbe, ami káros lehet neked. Azaz óvatosan gondoljuk át. Illetve, ami nagyon fontos, és mindjárt mutatok rá egy példát, bármit gyakorlunk, akkor előfordulhat az, hogy olyan helyen tesszük meg, olyan könyvtárban, ami erre nem alkalmatos. Persze minden könyvtár mindenre alkalmatos, de igazából mondjuk a főkönyvtárodat, a home könyvtárodat nem biztos, hogy ilyen gyakorló állományokkal érdemes teleszemetelni. Azaz mindig készítsünk egy szeparált könyvtárat, és abba dolgozunk. Hogyan készítünk egy könyvtárat? MKD-t beírod, MKD, és legyen nagyon egyszerűen az a neve, hogy teszt. Hogy most kisbetűvel írod, vagy nagybetűvel, teljesen mindegy, de egy szeparált könyvtáram lesz. Nem történt semmi, a Linuxnál megszokott az, hogy akkor nem szól, akkor nem sír, akkor nem kapsz jelet, hogyha valami gond nélkül lefutott. Hát bizony lépjünk is be ebbe a könyvtárba, hogy biztosan abba legyünk benne, azt mondjuk, hogy CD és teszt. Elméletileg, hogyha beírod, hogy te, vagy T betű, és a tabot nyomod, kiegészíti, de ilyen rövidnél én nem szoktam, ki szoktam írni teljesen, és akkor biztos, ami biztos, oda fogunk kerülni. Oké, ahogy itt látni, ezen sor mutatja, hogy a per teszt könyvtárban vagyunk. Általános feladat a könyvtárak létrehozása, én úgy gondolom, hogy ez nem okozhat gondot, hogy valaki beírja, hogy MKD-r és a könyvtár neve. Igen ám, de mi van akkor, hogyha van egy olyan feladatod, hogy hozzál létre egy csomó könyvtárat, például a június hónap minden napjára egy-egy könyvtárat, hogy abba belerakosgathasd azokat a munkafájlokat, ami az adott napra vonatkozik. Nagyon egyszerű, hogyha ilyen, tehát valahogy úgy jól definiálható, és valami rendszer szerinti könyvtárat szeretnénk létrehozni, vagy fájt, akkor természetesen nem kell egyesével beírni, hogy június aláhúzás 01, július aláhúzás 02, hanem meg lehet oldani. Hogyan lehet azt megoldani? Én mindjárt meg is mutatom, én most bemásolom, bár ezt nem javaslom, de a saját cikkemből nyilván be tudom másolni, megmondjuk neki, hogy MKD-r. Hát MKD-r értelemszerűen csináljál könyvtárat, a június, az a állandó az adott szekvenciába, aláhúzás válaszza el a hónapnak a napjainak a darabszámát, akkor és utána ilyen kapcsos zárójelbe beírjuk azt, hogy mitől meddig. A mitől meddiget pontosan kettő darab pont válasz el. Figyeljetek arra, általában három pontot szoktunk használni, hogyha több pontot használunk, itt kettőt kell. Azaz csináljunk olyat, hogy június 01 és 31-ig csináld meg, és arra is figyelni kell, természetesen és logikusan, hogy ezt a típusú zárójelet lehet itt használni, megnyomom, nem történt semmi, hát elhiszitek, nem hiszitek nekem, akkor az LS parancssal megnézzük, hogy van-e ilyen könyvtár, megvannak a könyvtáraink. Logikus és egyszerű feladat elvégzése volt. Gondolkodjunk el azon, hogy ugyanezt meg szeretnénk csinálni napi szineten egy-egy darab TXT fájllal, hogy abba a tevékenységeidet beírd, vagy éppen jelentést készítsél, és logikus, hogy akkor nem marad el valami jelentés, egy napi jelentés. Például, hogyha már előre el van-e készítve az állomány, és neked csak bele kell írni. Hozzunk létre egy olyan jelentéskötőjel július,
ugortunk egy hónapot, aláhúzás 01-től 30-ig, és legyen a kiterjesztés TXT. Én azért vettem ezt jó példának elő, mert láthatóan, hogy van előtte, és utána is egy-egy fix dolog, és akkor közötte ott van a 01-től megint 2 darab pont, 30-áig való TXT elkészítés. Enterezzük, nem történt semmi. Látszólag, ahogy mondtam, a Linux nem buta, nem fog neked szólni, hogy jaj, de ügyes vagyok és elvégeztem, ls parancsal meg is nézhetjük, és ott vannak a TXT fájlok, jelentéskötőjel július, és minden napra ott van. Az, hogy te számokat adsz meg, vagy esetleg betűket, mert például van olyan, hogy melléklet A-tól D-ig, ilyen mellékleteket kell elkészítened az adott állományba, az adott feladathoz, akkor természetesen ugyanúgy meg tudod csinálni nagybetű vagy kisbetű, teljesen mindegy, A-tól D-ig fogja elvégezni ezt a szekvencia elkészítést, és természetesen logikusan innen egy T betű lemarad, TO U C H, és ez elkészíti az állományokat, leenterezzük, elkészítette, hát, mint ahogy látjuk, nem történt megint semmi, megint egy ls parancsal elindítottuk, és ott van természetesen a legvégén, mivel nagybetű és emebetű, hogy melléklet A, B, C, D. Nem marad el így soha egy mellékletet, hogyha tudod, hogy A-tól D-ig, vagy akármilyen szekvencia szerint el kell készíteni, hiszen látod és ki tudod tölteni. Azaz, így tudunk szekvenciákat, tehát olyasmiket készíteni, ami hát bizony egy rendszer szerint valahogy elmagyarázható, hogy 1-estől a 17-esig, 30-tól a 72-ig, A-tól Z-ig készítse el ezeket a szekvenciákat. Nagyon kényelmes dolog. Hozzá kell tennem, természetes, hogy ez az alapja, tehát ilyen egyszerű feladatokat szeretnék bemutatni, hiszen ennél lényegesen többet, összetettebbet is meg lehet csinálni, de én azt gondolom, hogy kezdőnek ez bőven elegendő információ, hogy ezeket a feladatokat el tudja látni, kényelmessé tegye, hiszen mondjuk grafikus felületen, mondjuk egy fájlkezelőbe, a jelentés július 1-től július 30-áig TXT létrehozása azért nem egy gombnyomás, illetve egy kis gépelés és egy gombnyomás, enterezés, hanem azért hosszadalmas feladat, vagy esetlegesen ennyi könyvtárat készíteni grafikus felületen esetlegesen nem annyira egyszerű. A következő gondolat az, hogyha én szeretnék két parancsot egymás után lefuttatni, akkor hogyan tudom azt megcsinálni? Hát hogyan tudom megcsinálni? Egymás után beírom. Azaz beírom az első parancsot, lefut, és megvárom, hogy lefusson, és beírom a második parancsot. Ez természetesen megoldható, illetve sokakba felmerül az a kérdés, hogy jó lenne egymás után beírni a parancsokat, úgy sorba, mind a kis libák. Egymás után, aztán végezze el a gép egymás után az összes parancsot. Ennek két megoldása van, az egyik megoldása természetesen az, hogy csinálsz egy scriptet és felsorolod benne a parancsokat. Ez nagyon-nagyon egyszerű, hiszen egy ilyen script nagyon egyszerű, egymás után bent vannak a parancsok, és utána, hogyha elindítod a scriptet, elvégzi a feladatot. Nyilvánvalóan egy darab ilyen esemény, hogy A és B feladat parancsor elvégzése, az nem biztos, hogy ez scriptírásra okot adhat, én úgy gondolom, hogy természetesen a terminálban is el lehet ezt végezni. Töröljük ki az alábbi dolgokat, miért ezeket már úgy elkészítettük, és igazából ki akarom törölni, megmutatni, hogy ezt nem kell két lépésben, hanem egy lépésben is elvégezhető. Hát hogyan törlünk egy csomó TXT fájlt? Természetesen megmondom, hogy RM, igaz? Remove, távolítsd el, és mit szeretnénk eltávolítani? Az összes, hát általában, nem mindig, de általában a csillagjel, .txt fájlt. Megmondtuk neki, összes akármi, ami illeszkedik az akármire, utána jön egy pont, és utána jön egy txt, azt légy szíves remove-olni. Hát remove-oltuk? Hát mindjárt kiderül, mert egy ls parancsal megnéztük, hogy nézzétek meg, már csak a könyvtárak vannak meg. Azokhoz most nem akarok hozzányúlni, mert jelen pillanatban annyi a feladatunk, hogy az előző parancsot
előző kettő, illetve egy kicsit csalok, három parancsot egymás után végezzel. Nyilván a TO UCH, erre figyeljetek, hogy ezeket a betűket így egymás után be kell szépen írni, jelentés, illetve a mellékletet készítse el, és utána legyen szíves kilistázni az egészet. Mit láttok itt az alsó sorban? Azt látjátok itt az alsó sorban, hogy bizony egy pontos vessző válassza el a feladatokat egymástól, azaz első parancs, pontos vessző. Szóköz, második parancs, pontos vessző. Harmadik parancs, és utána, mivel ez az utolsó, nem kell lezárni, ezt le lehet, nem fog neki gondot okozni, de nyilvánvalóan így kötjük össze a parancsokat. Nem összekötjük, mert ez nem teljesen igaz, így adjuk meg azt, hogy egymás után végezze el a feladatokat, leentereztem, és természetesen az LS ott van, a lesd meg, én így jegyeztem meg, az LS ott van, és szépen kiírta azt, hogy bizony az előző LS lefuttatásakor csak könyvtárak voltak, és elkészítettük ezeket a fájlokat, nagyon kényelmes, azaz, több parancsot össze tudunk egymás után rakni, semmi ellenőrzési feladat menetén, tehát ne nézze meg, hogy az előző feladat az jó vagy rossz volt, hanem egymás után futtassa le a parancsokat, akkor pontos veszővel elválasszuk a parancsokat. Csinálunk egy táblatörlést, az a clear parancsal történik meg, clear, tisztítás. Na hát azt hiszem, ezt már mindenki ismeri. A következő feladat annyi, hogy bizony kiirattuk a terminálba, a monitorra az, hogy milyen könyvtárak vannak az adott könyvtárban, milyen állományok vannak, inkább így mondom, a könyvtárban. Igen, ez szép dolog, de abban a pillanatban, amikor becsukod a terminált, az eltűnik a nagy semmibe. Hát jó lenne egy tartalom elnevezésű fájlba az egészet belegyömöszölni, és utána ezt az állományt megnézni. Hát hogyan történik ez? Gyakorlatilag a állományba való kiiratás, azaz az átirányítás, hogy szépen mondjam, nagyon egyszerűen történik. LS, a parancs, aminek a kimenete idáig a monitorra került, azt belekacsacsőrözzük, beleirányítjuk a tartalom elnevezésű fájlunkba, ami egy nagyon egyszerű feladat, azt hiszem mindenki ezek után már csak egy entert nyom, láthatóan nem történt semmi hibajel, bizony, akkor mit lehet tenni? Hát nem történt semmi. Hát bizony, nézzük meg, jó, hogy valóban azt csinálta-e ez az adott parancs, a tartalom állományt meg szeretném nyitni, hogy te mivel nyitod meg a tartalom TXT-t, tehát sima állományolat, sima szövegállományolat, az a te egyéni preferenciát, én nem fogom megnyitni, hanem kiratom a monitorra kat parancsal és a tartalom elnevezésű fájt legyen szíves kikattolni, kinyomni a terminálba, és lehet látni, hogy szépen megjelent. Jó, mondhatjátok azt, hogy a kat az valami titkos LS másolat, ennek örömére a nanóval is megnyitom a tartalom állományomat, és látható, megnyitotta, és szépen bent vannak azok a sorok, külön-külön-külön sorba, azok a nevek, amit az LS ebbe belegyömöszölt. Nézzétek meg, a tartalom állományt is belevette, ügyes kis programocska, időnként zavaró lehet, nem biztos, hogy az, hogy beleveszi ezt a cél állományt, és hát bizony erre vannak tippek, trükkök, hogy hogyan ne ez történjen, de én úgy gondolom most már ennek örömére elhiszitek nekem azt, hogy bizony, hogyha egy parancs kimenetét, amit a monitorra szeretne kinyomatni, kiiratni, azt át tudjuk iratni egy állományba. Bizony ilyen listázás, hogy a benne lévő könyvtárban lévő összes állományt írja már bele egy szövegfájlba, nem olyan izgalmatos, persze lehet egy érdekes dolog is, de igazából akkor van nagyon-nagyon-nagyon nagy haszna, amikor egy programmal gond van. Ad egy kilométer hosszú olyan kiírás, amit igazából angol, vegyesen magyar, tele van mindenfajta jó hosszú fura szóval, és a monitorról ott keresgélni, nézegetni, mi a hiba, hát eléggé nehézkes, a monitorról, tehát a hiba kimenetről,
esetleg a Google-ban bemásolni nem olyan egyszerű, akkor átnyomatja az ember egy TXT fájlba, egy szövegfájlba, na hát utána már kényelmesen tudja nézegetni. Oké, általánosságban mindenkinek gondot okoz kettő darab szövegszerkesztőnek a használata, az egyik a Nano, a másik természetesen az NVIM vagy a VIM. Hát én most éppen a Nanót nyitottam meg, és igazából az jelent gondot, hogyan lépünk ki ezekből a szerkesztő programokból. Itt nagyon jó a Nano ezen szempontból, én bevallom őszintén az NVIM, a NeoVim nevű programot jobban szeretem, de hát igazából az NVIM is nagyon jó, a VIM is nagyon jó, és természetesen értelemszerűen, logikusan a Nanóval is lehet szerkeszteni. Hát bizony elsődleges kérdés, hogy hogyan lépünk ki, de nyilvánvalóan a Nano eléggé okos kiírta. A Ctrl-O-val iratott ki a változásokat, ment és ebbe a fájlba, leenterezzük, belementette, hogyha lett volna a változás, és nyilvánvalóan a Ctrl, ez a kis kalapocska a Nanónál, az X előtt, első oszlop, alsó része a kilépés előtt, az a kis kalapocska jel, fölfele mutató nyilacska jel, és utána az X azt jelenti, hogy Ctrl-t lenyomod, majd az X-et és kiléptél. Ennyi. Már azt is megtanultuk, hogy a Nanóval hogyan fogunk mi bánni. A következő gondolat, és ezt én el fogom neked mondani, hogy az előbbi kacsacsőrös átirányítás iszonyat veszélyes. Miért? Azért, mert az előző átirányítás, az LS, kacsacsőr tartalom, azt csinálja, hogy ha nincs tartalom állományod, akkor létrehozta az előbb, láttuk. Ha pedig újra valami parancs kimenetet a tartalomba irányítunk, akkor logikusan azt felül fogja írni. Azaz az egy darab kacsacsőr beleirányítja a adott állományba, jelen pillanatban a tartalomba a kimenetet, nem törődik azzal, hogy van-e vagy nincs, ha nincs létrehozza, ha van, akkor kiüríti és felülírja. Azaz, hogyha te egy programfájlba beleirányítod, teszem azt az LS parancsot, akkor azt szépen felülírja. Ha az atomtitkokat tartalmazó titkos doksitba beleirányítasz valamit, az el fog tűnni? Na jó, most ez egy kicsit azt mondtam, hogy veszélyes, de ez egy jó dolog, mert hogyha egy LS parancsot, vagy akármilyen parancs kimenetét beleirányítasz egy szövegfájlba, vagy akármilyen állományba, az felülírja, átírja. Teljesen megváltoztathatatlanul. Megváltoztathatatlanul, mert itt nincs lehetőség a Ctrl-Z-t nyomkodni, persze nyomkodhatod, de nem vonja vissza a műveletet, mint mondjuk egy szövegszerkesztőbe, azaz egy titkos adatállományt, amit te szeretnél eltüntetni, egy minimális biztonságot ad a törléshez, illetve a felülíráshoz, hogy abba valamit beleirányítasz, és abba bent lesz, például az LS parancssal beleirányítod a fájllistát, és akkor eltűnik annak az eredetinek, amit te törölni szeretnél, a tartalma kitörlöd. Jön a csúnya hacker bácsi, a CIA, az NSI, vagy éppen a Pegasus program, és megkukkolná, visszaállítaná ezt az állományt, visszaállíthatja, mert mi volt az utolsó tartalma? Természetesen az LS parancs, vagy akármilyen parancs kimenetre. Ez nem egy 100%-os biztonság, tehát erre figyeljünk, mert azért vissza lehet másképp is állítani ezeket az állományokat, maszekuton, tehát amatőrnek nem igazán könnyedén, de esetleg egy hárombetűs, kukkolós szervezetnek könnyedén. Természetesen nem egy 100%-os, de a Józsi a szomszédból nem fogja megnézni, nem fogja tudni visszaállítani a tartalmát a te titkos szerelmes levelednek. Oké? Tehát ezre nagyon alkalmatos. Oké, elhiszitek, nem hiszitek, biztos, ami biztos, be fogom mutatni. Az elejére megyünk, az LS parancsot megváltoztatjuk, PVD. A PVD parancs kiírja nekem az elérési útat, a könyvtárnak az elérési útját, persze másra is lehet használni, de alapvetően ez a feladata, és beleirányítom a tartalomba. Nem történt semmi, kikattoljuk a tartalmat, tartalom, és akkor látod, hogy az van csak benne. Nem az egész fájllista, mert az felülírta. Oké, természetesen
elgondolkodhatunk azon, hogy jó lenne egymás utáni hát szövegeket, jelen pillanatban szövegeket, de egyébként bármit be lehet írni egy fájba, egymás után beletenni. Azaz, jó lenne, hogyha azt csinálná ez a két kis parancsocska, hogy az állomány, a tartalom állomány elején ott lenne a PVD-nek a kimenete, a PWD, az megadja az adott könyvtárunkat, és utána pedig a tartalma annak a könyvtárnak, azaz az LS parancs kimenete. Most már nem okoz ez nekünk semmi problémát, kettő darab parancsot kell egymáshoz fűzni, és egy picit az átirányításon változtatni. Az átirányítás nagyon egyszerű lesz, nézzük is meg hogyan. A PVD kimenetét átirányítjuk a tartalomba, és utána használjuk a pontos vesszőt, összefűzzük a parancsot, majd utána jön az LS, lesz meg mi van a könyvtárban, és kettő darab kacsacsör. A egy darab kacsacsör mit jelent? Hozd létre az állományt, és írd bele, ha pedig van ilyen állomány, akkor töröld ki annak a tartalmát, írd felül annak a tartalmát, és írd bele a kimenetet, amit én megadtam, tehát a PVD-t. A kettő azt jelenti, hogy fűzd hozzá, tehát egymás után összefűzzük a kettő darab kimenetet, mert így szeretnénk, így logikus egyébként, hiszen a PVD megadja a könyvtárat, és utána a tartalmát leenterezzük, lefutott. Hát bizony, elhiszitek nekem, hogy abba van, ne higgyétek el nekem, megmondjuk, hogy NVIM, nehogy már mindig a nanot használjuk, és akkor azt mondjuk, hogy tartalom, és az NVIM-be a tartalmat kérte. Látható, hogy a elérési könyvtárat, amiben vagyunk, a PVD, az volt az első része, az beleírtam, hogy hozzáfűzte az állománylistát. Ennyi. Ahogy az előbb mondtam, az NVIM, VIM használata az általánosságban nem összetett, hanem inkább egy picit idegen. Itt azért sok-sok olyasmi van, amit kezdőnek, hát hogy is mondjam, nehéz átlátni, nem úgy működik az NVIM, vagy a VIM, a NeoVIM, így is lehet mondani, NVIM-nek hívom, mert általában az a parancs, ahogy láttátok, az NVIM nem úgy működik, mint egy hagyományos szövegszerkesztő. Nem úgy működik, és hogyha ezzel megnyitsz valamit, egy állományt, az első probléma az lesz, hogyan lépsz ki. Nagyon egyszerűen lépünk ki, megnyomjuk az ESC gombot, visszakerülünk, ha nem ott vagyunk, a normál állapotban. Itt egy több állapotja van ennek az NVIM szerkesztőnek. Visszakerültünk a normál állapotba, megnyomjuk a Shift-et, kettős pont, parancsmódba léptünk át, write, írd ki az állományt, tehát mentsd le, és a Q betűvel lépsz ki. Tehát mentsd le, első lépés, és a Q kilépés. Oké, előfordulhat az, hogy te belenézel valamibe, belepiszkáltál, és nem szeretnéd a változtatásokat kiírni, hanem ki szeretnél lépni. Nyilvánvalóan akkor nem mondod meg neki az, hogy write, írd ki, hanem csak, hogy ki akarsz lépni, quit. Igen, ilyenkor hibajelet fog neked adni, hogy ő bizony már látta, hogy itt szerkesztés van, itt jelenleg nem volt szerkesztés, de ő látja azt, hogy szerkesztés van, akkor most mit csináljon, hogy ne össze-vissza kérdezgessen, fölkiáltunk, rákiáltunk, lépj ki, megadjuk keményen a parancsot, megnyomjuk a shiftet és a felkiáltó jelet, leenterezzük, ki is léptünk. Azaz, ennyi volt. Ennyi volt az a feladat, amit idáig megoldottunk, sok mindent megismertünk, de azért ennél még egy picit többet is meg fogunk ismerni a mai nap. Miért? Általánosságban ez azért csak nagyon kezdő alapművelet volt, és el lehet gondolkodni azon, hogy oké, összefűztünk 2, 3, 4, 5 akárhány parancsot, igazából csak egymás után beírtuk a pontos vesszővel. Ahogy mondtam, a pontos vesszővel való összefűzés annyit ad, hogy egymás után elvégzi a parancsot. Igen, nézzük is meg, mi ennek a hátulütője. Törlünk egy táblát, tisztítsd le, oké, még mindig a tesztve vagyunk, és nézzünk meg egy-egy olyan akármit, ami bemutatja, hogy miért nem a legideálisabb minden esetben, persze, hogyha erre van szükséged, akkor teljesen ideális,
a pontos vesző megadása. Van egy olyan parancs, nincs olyan parancs, hogy CR. Azért mondom, hogy nincs olyan parancs, ez egy elütött parancs, amit akármilyen parancsnak a töredéke és véletlenül begépelte az ember, ez hibával fog elszállni. Utána van a PVD parancsod, meg a hostname parancsod, mind a kettő valamit kér. Oké, van olyan eset, amikor az az ideális, hogy egyik parancs lefut, és akkor végezzel a következő parancsot, hogyha az első hiba nélkül lefutott. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Például szeretnéd frissíteni terminálban a te rendszeredet, hát nyilván a frissítés általában nem minden rendszerben úgy történik, hogy lekérdezi az adatbázist, frissíti az adatbázist, majd frissíti a rendszeredet. Nyilvánvalóan, hogyha az adatbázis nem tudta frissíteni, nincs létjogosultsága, nincs értelme elkezdeni frissíteni a rendszeredet, mert az adatbázis nem a legfrissebb. Ez logikus. Tehát egy olyan kapcsolat van a kettő darab parancs között, hogy az első normál, hiba nélküli lefutása esetén van értelme a másikat elvégezni, csak akkor szeretnéd. Nyilvánvalóan mindjárt meglátjuk, hát bizony a sima pontos vesző erre nem alkalmatos, miért? Mert a CR parancs, ez egy két betű és beírtam, az nincs. Ilyen parancs nem található, de annak ellenére, hogy az első lefutott és hibát adott ki, nem tudta elvégezni a CR parancsot, mert elgépeltem, annak ellenére végrehajtotta a másodikat, illetve mivel a második lefutott gond nélkül, meg különben is gonddal gond nélkül lefut a pontos vesző, ezt nem érzékeli, nem értelmezi, kiírta a hostname, tehát a gépnek a nevét. Ez nekem így az adott feladatnál nem jó, tehát az első jó lefutása után fusson le a második. Erre azért kitaláltak a régi Unix, illetve Linux, meg egyéb rendszer tervezői, hogy legyen valami olyasmi, hogy a parancs lefutása jó lefutása esetén legyen szíves csak akkor, és kizárólag akkor elvégezni a másodikat, harmadikat, negyediket, akkor végezzel. Na hát nézzünk is erre a példát. Nézzünk is erre a példát. Nyilvánvalóan egy rendszerfrissítést nem fogok bemutatni. Egyrészt bemutatás, hogyha csak ilyen beszélgetős bemutatás, akkor nyilvánvalóan nem rendszerfrissítést akarok bemutatni, mert hát azért az eléggé nagy műtét egy rendszerbe, egy frissítés, és mindenhol azt a rendszerfrissítéses adatbázis lekérdezéses példát hozzák. Hát bizony, nézzünk már azon kívül, csináljunk egy olyat, kat, tartalom, és pvd, és a hostname fusson le. Nézzük meg a kat parancsot, az kiratja a tartalom, nem, a tartalom fájt, ami nincs. Értelemszerűen nézzen az előbb, normálisan, szép magyarul azt hoztuk létre, hogy tartalom, ilyen nincs. Tehát a kat parancs, hogy kiratja ennek az állománynak az akármiét, a kat parancs hibával fog ellépni, utána a pvd, az normálisan le kéne futni, a pvd parancs az előbb is lefutott, avval így leírva nincs semmi gond, meg természetesen, ahogy az előbb láttátok, a hostname parancs is lefutott, azaz összefűztük a parancsot, ez már valóban összefűzés, az, hogy az elsőt összefűztük egy olyan operátorral, kettő darab app jellel, a pvd-vel, ami azt mondja, hogy az első jól lefut, akkor a második fusson le. Ha nem fut le jól, akkor ne fusson le a második. Oké, hát bizony, mi történt? Nincs ilyen fáj vagy könyvtár. Nyilvánvalóan nincs ilyen állományunk, hiszen mi tartalom elnevezésű állományt használtunk idáig is, tehát nem tudtuk kiratni a monitorra azt, hogy tartalom. Lássátok meg, hogy a PVD és a hostname parancs nem futott le. Nem futott le, miért nem futott le? Mert az első nem futott le, a második már nem tudott lefutni, tehát negáltuk a másodikat, nem tudott lefutni, nyilván a második nem fut le, hiba nélkül, mert nem futott le, az egy fatális hiba természetesen, akkor a hostname sem fog lefutni. Azaz a folyamat ott megszakad a láncban, ahol az előtte lévő parancs azt mondja, hogy hibával
szálltam el, hiba jelet kaptam, nem tudtam lefutni, tehát azért ez egy logikus dolog. Nézzük meg ennek a normális verzióját, azaz kat tartalom, fusson le utána a PVD, hogyha a kat lefutott rendesen, és utána fusson le a host name. Hát látható, szépen kilistázta, mert nyilvánvalóan a tartalom állomány ki tudta katolni nekem a monitorra, és utána lefutott a PVD parancs, majd a hostname parancs. Logikus, nem volt hiba, lefut. Tesztként rontsuk el a közepét, egy táblatörlés után elrontjuk a közepét, felfele nyillal az előző parancsokat vissza lehet hozni, és elrontom a PVD parancsot, PV legyen. Nézzük meg, ki kattolta, kilistázta a file állománynak a tartalmát, majd utána észrevette, hogy a PVD hibával szállt el, PVD, a PV parancs nem található, nincs ilyen, hiszen a D betűt lehagytuk, és akkor már a harmadik se futott le. Logikus, ott szakad meg ez a lánc, ahol hibát ad az előző, nagyon-nagyon kényelmes, egy picike kis gondolat útján már összetett gondolatokat is le tudunk így, hát nem programozni, hanem így operátorokkal megoldani, és nem kell szkripteket meg egyebeket irogatni, az bonyolultabb. Egy ilyen 1-2-3 összefűzésnél én úgy gondolom, hogy természetesen ez a legkényelmesebb megoldás, mert a parancsorba beírod, és utána már maga logikai összekötést elvégzi a gép, azaz ha az előzőn nem fut le, és akkor utána nem akarod a következőt futtatni, a kettő darab et jelet kell a kettő közé beírni, nagyon-nagyon kényelmes dolog. A következő feladat elvégzéséhez el fogom távolítani a tartalom állományt, RM tartalom. Oké, lefutott a parancs, hiba nélkül lefutott. Azt hiszem ez nem fog semmi problémát okozni nekünk. Miután kitöröltük, gondolkodjunk el azon, hogy milyen feladatot lehet példakép itt hozni. Én példakép azt gondoltam, hogy bizony irassuk ki a tartalmat, ha tartalom nincs, akkor hozzuk létre, és utána irassuk ki. Jó? Ez egy nagyon egyszerű feladat. Tehát, hogy ha a parancs hibával fut le, akkor csináljon valamit. Nyilvánvalóan, hogyha van egy tartalom állomány, akkor ki fogja írni nekünk a tartalmat, és utána logikusan nem végzi el a következő feladatot. Ha nincs tartalom állomány, akkor hibával száll el a kat, kéri, hogy ilyen nincsen, hát légy szíves már valamit csinálni, mert én ilyet nem találok, akkor hozzuk létre. Logikus feladat, nézzük is meg, hogyan működik, mindjárt megnézzük. Az operátor jelen pillanatban kettő darab függőleges vonal, ezt úgy tudod előkeríteni, hogy a billentyűzet a space melletti jobb oldali, az van ráírva, hogy Alt-Gr gombot lenyomod, és a W-t. Egyszerre, és akkor kapsz egy függőleges vonalat, ez egy csővezetékszerűség, és bizony ebből kettőt kell oda tenni. Azaz, feloldjuk ezt a titkos és nagyon jó dolgot, légy szíves kiiratni a tartalom állományát. Ha nincs tartalom állomány, akkor légy szíves létrehozni a tartalom állományt, amibe az LS kimenetét kell beirányítani, és utána, hogyha már ez kész van, légy szíves kiírni. Hát természetesen jelen pillanatban nincs tartalom, azaz leenterezzük, és mit mond? Mit mond? Nincs ilyen file vagy könyvtár, észrevette. Na hát mivel nincs ilyen file vagy könyvtár, akkor az LS lefutott, beírta a tartalomba az állomány listánkat, és utána kilistázta. Logikus feladat. Szerintem nagyon jól meg tudjuk oldani azt, hogy a feladat jó, akkor végezd el a B-t. A feladat rossz, akkor végezd el a B-t. Szerintem ez a két operátor, illetve három operátor, mert a két darab et, illetve a két darab vonal, függőleges vonal, illetve a kacsacsőr használata nagyon megkényelmesíti az életünket, illetve az elején megismertük azt, hogy hogyan lehet nagyon egyszerű szekvenciák, sorozatok mentén összeállítani egy-egy olyan könyvtárlistát,
vagy olyan állománylistát, ami annak a szekvenciának megfelel, nagyon kényelmesen lehet használni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó kísérletezést kívánok, de egy szeparált könyvtárba. Miért? Mert a szeparált könyvtárba kényelmesen fogunk dolgozni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!